Kedves nézőink, az ajkai bányászat emlékét még ma is több kulturális és civil közösség őrzi városunkban. Ezek egyike a Padragi Bányász Férfi Kórus, amely nemrégiben ezüst diplomát vehetett át a 7. alkalommal megrendezett Kodály Zoltán magyar kórus versenyen. A következő percekben egy stúdióbeszélgetést láthatnak a kórus vezetőjével és két tagjával. Köszöntöm a stúdióban Kanyárné Grünwald Petrát, a Padragi Bányász Férfi Kórus karnagyát, valamint Horváth Károlyt és Grünwald Bélát, a kórus tagjait. Jó estét kívánok mindannyiuknak. A kórus nemrégiben egy versenyen vett részt, kórus versenyen, mégpedig Kodály szellemében. Egész pontosan mi volt ez a verseny? Ez a verseny, 3 évente megrendezendő verseny Budapesten, ez most a 7. magyar Kodály Zoltán kórus verseny volt, ahol magyar kórusok mérettették meg magukat. Hány kórus volt? 31 kórus mérettette meg magát, a kicsinyek kórusától gyerekkarokon keresztül férfi karok, aztán női karok és vegyes kórus, majd volt kamara kategória is, ami egy ugye, kicsit szűkebb. Az, hogy Kodály szellemében, ugye itt említettük, illetve Kodály verseny, ez mit akar konkrétan, Kodály művekkel előadni, vagy csak az ő szellemében? Hát mindenképpen a zsűrinek most egy olyan kérése volt a felhíváskor, amikor megjelent ez a hirdetés, hogy lehet jelentkezni, hogy minél több olyan Kodály mű hangozzék el, amelyek esetleg ritkábban hallhatók, de mindenképpen minden kórusnak kellett legalább egy Kodály művet énekelni. Mennyire áll közel önökhöz Kodály, illetve az ő szellemisége, mennyire illik a repertoáriukba? Eddig is énekeltek már Kodályt? Énekeltünk igen már Kodályt, bár bevallom őszintén a Kodály férfi kari művek, de mondjuk az összes Kodály mű, tehát azért minden kórusnak egy nagy falat szerintem, mert olyan hangzást kell nyújtani, főleg egy zsűri szereplésnél, ami azért Kodály művészetéhez méltó, tehát soha nem lehet egy Kodály művet félváról venni, azt tényleg hangilag gyakorolni kell nagyon sokat, tehát a kórus azért megmérettetett ezekben a darabokban, ezekben a Kodály darabokban, de ez szépen sikerült szerencsére. Szépen sikerült, mégpedig az eredmény ugye egy ezüst diploma lett. Ezüst diploma, ezt gratulálunk mindannyiuknak. Horváth úr, mekkora kihívás volt önöknek valójában ezt a Kodályt előadni? Hát nekünk ez eléggé nagy kihívás a magának az egész énekkarnak, tekintettel arra, hogy az énekkarnak a többsége nem rendelkezik zenei előképzettséggel. Néhányan igen, de tényleg csak néhányan. És nekünk zömében ezeket a számokat hallomás után kell megtanulni. Ami az alapvetően, hát igen, ez eléggé nehéz, tehát a karnagyasszony is mondta itt, hogy hát eléggé sokat kellett gyakorolni. Valóban ez így van, mert egy ilyen versenyre nem lehet csak úgy nagyjából megtanulni a műveket, mert a zsűri, mint ahogy láttuk is, szinte hangonként is visszahallgatja tulajdonképpen a kórust, hogy most akkor jól énekeltünk, vagy nem énekeltünk jól. Tehát ez egy hatalmas nagy kihívás a kórus előtt, egy ilyen verseny. Teljesen más, mint amikor egyébként valamilyen más egyéb szereplés van itt a kórus részére, akár városi, akár bármilyen más egyéb szereplés. Grünwald úr, hogy érezte ezt a versenyt? Másképp készültek egyébként, mint amit egyébként? Igen, nyilvánvaló volt egy nagy tétje ennek az egésznek, és én nagyon, nagyon örülök annak, hogy valamennyi kórus tagunk tényleg magáévá tette a felkészülésnek a fontosságát, és tényleg ami igazából még az adrenalin kérdésben is megvolt, hogy amikor valóban megtörtént az éneklés, akkor ezt nagyon szépen teljesítettük, tehát valóban a megméretetésnek azt mondom a súlya mindenképpen jelentkezett a produkciónkban. Érezték már a felkészülés alatt, hogy ennek valami más jellege? Nyilván, hát ugye 3 évvel ezelőtt volt az előző ilyen jellegű versenyünk, akkor bronz diplomával, minősítéssel jöhetünk el a versenyről, hát de annak is nagyon örültünk természetesen, de a mostani eredmény az szerintem mindenkit boldogsággal tölt el. Mennyi plusz munkát jelentett egyébként erre a versenyre felkészülni? Jelentett egyáltalán a plusz munkát? Hát nyilvánvaló plusz munkát jelentett, és hát nem igazán most a verseny előtti egy-két hónapban kezdtük el, hanem régebbi időszakban már azért, ezért folyamán azért hangoltunk arra, hogy ez a verseny valamilyen módon megvalósulhasson. A kórusvezetés már az év elején elhatározta, hogy mindenképpen szerepelünk ezen a
megmérettetésen. Ez szerintem számunkra fontos, hogy érezzük azt, hogy azért a magyar kórus életben valamilyen komolyabb pozíciót betölthetünk. Mit adtak elő, milyen műveket adtak elő itt a versenyen? Három Kodály művet adtunk elő, Kodály Zoltán Felszállott a páva című művét, Kodály Zoltán táncnótáját, Kodály Zoltán Stabat Materét, egy Vechi, ez egy régebbi korból, egy reneszánsz mű, rajta hát cimborák, egy ma élő, elég fiatal zeneszerző, Olag Gyájló, Ubicaritas című művét adtuk még elő, és nagyon szépen sikerültek. Igen, mint az eredmény is mutatja. Igen. Horváth úr, melyiket érezte a legnehezebbnek, hogy itt a Karnagyasszony felsorolt pár címet, melyikkel küzdöttek meg leginkább? Hát én megmondom őszintén, a Ubicaritasszal küzdöttünk legtöbbet, mert az hangzásban egy kicsit idegen volt a részünkre, úgy gondolom. Természetesen a röpőpálba is, illetve igen, a röpőpálba is egy eléggé nehéz mű ilyen szempontból. Az volt a másik, ami még problémát okozott. Ugyanis ott a hangzáson, tehát a hangvisszaadásokon kívül, hát ott abban halkabban és kevésbé halkan. Tehát ott a dinamikát is meg kellett tanulni, és ami úgy érzem, hogy az egész társaságnak nagyon jó sikerült, nagyon jól össze tudtuk magunkat szedni erre a nagyon fontos eseményre. Azért önök nem most kezdték az éneklést, sem a szereplést, ugye mondhatni rutinos szereplők. Volt azért egy kis lámpaláz izgalom ott, amikor ott álltak? Hát én úgy érzem, hogy igen. Úgy érzem, hogy mindenkiben van egy ilyen kis izgalom. És én az életemben tapasztaltam azt, hogyha nincs benne az emberben egy kis izgalom akármilyen szereplés előtt, akkor az szinte nem is jó. Tehát ez hozzátartozik az élethez. Kik voltak a zsűrik, kik bíráltak? Hát neves zsűritagunk volt, a zsűri elnökünk Rozgony Éva, és még Rozgony Éva volt, aki szegedi származású, mert ő már ismerte a kórust régebből, mert sokat zsűrizett már minket máshol is, és még számos neves ma élő zeneszerző is a zsűriben volt, de hát nagyon-nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk a zsűri részéről, és ezt nagyon köszönjük nekik. Hát az eredmény is mutatja, ugye? Igen. Első alkalom a bronz minősítés, most ezüst, akkor irány az arany minősítésére, úgy gondolom, itt a következőkben. Ez lesz nyilván a cél. Illetve a közeljövőben, hogy annyira ne szaradjunk előre, lesz még egy nagyon, nagyon nagy rendezvényük, egy adventi hangverseny, vadul esetleg, ha erről pár szót szól. Igen, hát december 12-én Tósok Berénden a Szent István király templomban rendeznénk meg azt a hangversenyünket, amelyen három férfi kórus vesz részt, és hát a eredetileg férfiak adventjének címzett program keretén belül három kórus szerepel, rajtunk kívül a Tungstram Kodály Zoltán férfi kar, illetve hát a nagyon neves és régi, tényleg azt mondom, múltal rendelkező siófoki férfi dalkör szerepel még a repertoárban, és mintegy egy órás produkciót fogunk így hárman előadni. Hát ez lesz a szeretett koncert 90 férfi hangra, amire nagy tisztelettel meghívnánk minden lelkes kórus rajongó ismerősünket, barátunkat és hallgatónkat. Nyilván meg lesz hirdetve ez, de még egyszer az időpontot és a helyszínt elmondta nekem, Horváth úr. Tehát ez december 12-én, ha jól tudom, akkor este 17 órakor, tehát 17 órakor a Tósok Beréni templomban. Ahol hány férfi hangot fogunk hallani a három kórusba? Hát közel 90-et, 90. Ami bizony már elég komoly. Igen, és lesz egy közös mű is, tehát az igen, hát felcsendül egyszerre a 90 férfi hang. Ami bizony nagyon-nagyon szépen tud hangerőbe is, és hangzásba is hangzani. Lehet tudni, mi lesz az a közös? Vagy ez meglepetés? Egy olyan művet választottunk, amit a másik két kórus is már ismer. Igen, hát tudva, hogy
advent lévén mindenkinek nagyon sok koncert felkérése van, tehát új művet nem szerettünk volna nekik elküldeni, de ez a Jártak áldjuk Isten című mű lesz, amit a férfi kórus is ismer, és a Kodály kórus és a Siófoki dalkör is. Szeretnénk trombita szólistákkal és orgona kísérettel előadni. Nagyszabású előadás lesz. Igen. Ezek szerint. Hát ezt nagyon várjuk, azt gondolom, és nagyon sok szeretettel gratulálok Önöknek. Köszönöm. A szép teljesítményhez. További szépen. Jó munkát kívánok, és jó egészséget mindenhez. Köszönjük szépen.